Hosszú a lista, amit a Bethlen Gábor alapkezelő tett közzé a napokban. A Városi Civil Alap nevű, most először kiírt pályázatuk nyerteseit tartalmazza. Több mint 700-an vannak. A Telex gyűjtése szerint több olyan szervezet is található a nyertesek között, amik a Fideszhez köthetők. A Miskolci Élhető Diósgyőrért Egyesület például a maximális 15 millió forintos támogatást kapta. A szervezetet Seresné Horváth Zsuzsa, korábbi fideszes önkormányzati képviselő vezeti. A szintén Miskolci Média Pak alapítvány is 15 milliót nyert, úgyhogy a törvényszék két nappal a pályázat kiírása előtt vette nyilvántartásba a szervezetet. Az alapítvány elnöke SMS-ben annyit válaszolt megkeresésünkre, hogy szabadságon van és két hét múlva áll rendelkezésünkre. A debreceni Adjátok vissza a hegyeimet alapítvány hivatalos célja, ennek a 2008-ban felállított Vas Albert szobornak a gondozása. Nekik is a maximum összeget ítélték meg. Az alapítvány elnöke Becski Tibor, volt fideszes közgyűlési képviselő. A nyertesek közt szereplő Szentendrei Fúkodeák Egyesületet a város két volt fideszes alpolgármestere és egy volt kormánypárti képviselő vezeti. 15 milliót kapott a Fiatalok Újfehértúj Ifjúsági Egyesület, annak vezetője a város alpolgármestere. Az Empréna Csángulkert Alapítvány is 15 milliót nyert. A kuratórium tagja a tavaly júliusban meghalt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő özvegye és Koncz Zsófia jelenlegi fideszes képviselő édesanyja. Norvégokkal nem tudtunk megegyezésre jutni. Gulyás Gergely miniszter épp egy hete ismerte el, hogy a kormány nem tudott megegyezni a norvég alappal. Onnan összesen 77 milliárd forint érkezne civil szervezetek támogatására, azzal a feltétellel, hogy az összeg 5%-ának elosztásába nem szól bele a kormány. Ez 4 milliárd forint, vagyis annyi, amennyit most a miniszterelnökség alá tartozó Bethlen Gábor alapoztott szét. A kormány eddig is klientúra építése használta a civil szervezeteknek nyújtható támogatások egy jelentős részét. Ezt teszi most is, még akkor is, hogyha pontosan akkor a nagyságrendet egyébként az ország elveszít ezekből a lehetőségekből. A kormány megkeresésünkre azt írta, szerintük a legjobb pályázatok nyertek, és nem tervezik az eredmények felülvizsgálatát.